Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! A közelmúltban egy gazdasági konferencián Varga Mihály miniszter úr is elismerte, a kormány az Európai Unió felé kötelezettséget vállalt, majd a Digitális Nemzet fejlesztési programról szóló kormányhatározatban is megerősítette, hogy 2018-ra az ország teljes területén elérhetővé teszi a minimum 30 megabites sebességű internet hozzáférést, ám ez komoly ütemi fejlesztés igényel a távközlési cégek részéről, amit az ágazatot sújtó adóterhek hátláthatlak. Jelenleg minden egyes újabb méternyi lefektetett vezeték újabb adóterhet generál a cégeknek, emiatt pedig a fejlesztések gyakorlatilag befagytak. Pedig Magyarország a vezetékes lakossági internet szolgáltatásban elmarad a fejlett országok átlagától, kevesen használják, az informatikai ágazat foglalkoztatottsági részesedése is csekélyebb. A Világbank tanulmánya szerint az internet penetráció 10%-os növekedése a GDP 1%-os növekedését okozza, azaz minél többen interneteznek, annál gazdagabb egy ország. Az elektronikus hírközlés kulturális dimenziójában pedig ki szeretném emelni, hogy ezzel megteremtődnek egy újfajta közéletiségnek, az e-demokráciának a technikai alapjai. Az LMP számára fontos szempont, hogy a teljes elérés révén a politikai közösség minden tagja, azaz az egyének és kisebb-nagyobb közösségeik visszaszerezhetnek bizonyos társadalom szervezési funkciókat. Az interneten működtetett rendszer mindenki számára lehetővé tenné a széleskörű tájékozódást, a döntésekhez szükséges megfelelő tájékozottságot, továbbá a közvetlen részvételt a döntési folyamatok minden lényeges mozzanatában. Mi úgy gondoljuk, hogy az információhoz való hozzáférés és a döntési folyamatok közvetlen befolyásolásának lehetősége pedig növeli az állampolgári aktivitást. Az egyéni kezdeményezések átgondolásának, többségi mérlegelésnek új formái jöhetnek létre, szűkebb keretek közé szorítva a pártpropaganda, a politikai manipulációnak az eszköztárát. Megszűnhetnek, vagy legalábbis jelentősen csökkenhetnek a választott képviselők és a választóik közti információs aszimmetriák. Itt kiemelném, hogy az állampolgárok sokkal szélesebb lehetőségeket kapnának az állam működésének, gazdálkodásának ellenőrzésére, és természetesen ügyes, bajos dolgaik intézésének és tágabb terepet biztosítana a teljes körű hozzáférés. Fontos aspektus még, hogy már ma is a magyar társadalom jelentős része számára csak az elektronikus média és internetes szolgáltatás kínál valamiféle kultúrát, továbbá a határon túli magyarság és diaszpóra számára különösen fontos a hazai média, akár csak webes közvetítéssel elérhető kulturális kínálata. A megfelelő technikai infrastruktúra kiépülésével a kultúra értékei még inkább hozzáférhetővé válhatnak, függetlenül attól, hogy hol él a felhasználó. A virtuális könyv, kép, hangtárakban az érdeklődők szabadon kereshetik az érdeklődésüknek megfelelő alkotásokat, időbeli és térbeli megkötések nélkül. Online könyvesboltok szolgáltathatják a gyors és olcsó hozzáférést a magyar és az egyetemes irodalmi kultúra alkotásaihoz. Természetesen továbbra is fontos feladat a kulturális javak folyamatos, szisztematikus digitalizálása. Így módon a netes hozzáférés megteremti a lehetőséget bizonyos területi és szociális különbségek kiegyenlítéséhez, hiszen gyakorlatilag bárki és bárhol tetszőleges témában, oktató tananyaghoz, filmhez, képhez, szótárhoz, lexikonhoz és más digitális formában tárolt információhoz az eddigiektől nagyobb eséllyel férhet hozzá. Ennek következtében könnyebbé válik akár egy adott projektben, vagy akár távoktatásban való részvétel is. Agárdi Péter szavaival, amelyet idézek, csak a multimédiális digitális kultúraváltásban gyökeresen megújult értékőrzés és műveltségterjesztés menteti át, de az igenis átmentheti a 21. század második évtizedébe, illetve az egyetemes kultúrába a nemzeti kvalitást és identitást. A
Egy gondolat jut eszembe még, ugye mindannyian tudjuk, hogy az üvegszálas kábeleken fényimpulzusokkal történik az információ továbbítás. Annak idején a 19. század nagy költője nem gondolta, hogy a szellem napvilága nem csak az ablakokon képes beragyogni, hanem bizony üvegszálas kábeleken is tud közlekedni. Azt kívánjuk, hogy ez minél inkább megtörténhessen, lehet más a politika támogatja ezt. Köszönöm a figyelmüket!